Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket a Gerilla Karrier Podcast mai adásában, ahol a vendégem Bodnár Balázs, a korai nyugdíjas mozgalomnak a magyarországi alapítója, vezetője. Szervusz Balázs, sok szeretettel köszöntelek! Szervusz, üdvözlöm a nézőket is! A beszélgetésünknek az az apropója, hogy pár hónap ezelőtt csináltam egy videót, meg egy cikket a passzív jövedelem csapdájáról, amiben kritikát fogalmaztam meg azokkal a fiatal pályakezdőkkel kapcsolatban, amikor karriertanácsadáson megkérdezem tőlük, hogy na, mi a célod, akkor azt mondják, hogy hát ő 40 éves korukra passzív jövedelmet akarnak, és hogy nem akarnak semmit csinálni. És most a cikk témájában nem megyek vele, hogyha gondoljátok, majd nézzétek vissza, vagy belinkeljük, de az a lényeg, sok kritikát kaptam, és Balázs is rám írt egy-két héttel később, hogy üljünk le, már le beszélgetni, mert ő másképp látja ezt a témát. Nagyon sikeres befektető, és nagyon sok olyan embert ismer itt a korai nyugdíjas mozgalomban, akik már meg tudták valósítani ezt a korai nyugdíjas létet, vagy nem is a pénzügyi függetlenséget. Úgyhogy erről fogunk ma beszélgetni, senkinek nem akarunk semmit eladni, ennyit ígérhetünk. Úgyhogy egy tapasztalat megosztó beszélgetés, de annyit azért elmondok, hogy a beszélgetésünkre készülve szombaton egy nap alatt elolvastam Balázsnak a könyvét, az első 100 millióról szól könyvet, kitűnő könyv, úgyhogy ha szeretnétek többet tudni, akkor nektek is javaslom, úgyhogy akit érdekel jobban a téma, majd szerezze be a könyvet. De Balázs, kezdjük már azzal, hogy mesélj egy picit magadról, mi a te életutad, mivel foglalkozol manapság. 5 percben vagy 5 órában? Jöhet, ahogy jól esik. Köszönöm szépen, és tényleg nem akarunk semmit eladni, semmi ilyesmi nem volt benne. A könyvet is azért írtam, hogy megismertessem az embereket erről, hogy lehet ezt csinálni, és van, aki már Magyarországon ezt megcsinálta. Egyébként sokkal többen vannak, mint az emberek gondolják. Ugye vannak nagy klubtalálkozóim, és ott mindig vannak olyan emberek, akik hozzám hasonló módon állnak, és esetleg régebb óta nem dolgoznak, vagy ezen gondolkodnak. Innen indult az egész, és a könyvet is csak azért írtam kezdő embereknek, tehát ez nem egy befektetési könyv, nincsenek számolások, meg nincsenek képletek, meg stb., hogy megismertessem az embereket azzal, hogy ez egy létező dolog, mármint a korai nyugdíjas mozgalom, ezt el lehet érni, ezt nem olyan nehéz elérni, mint ahogy gondolják az emberek, és hogy igenis egyfajta ilyen felismerésen átvezessem az embereket, hogy mennyire rezonál ez velük. Aztán valaki azt mondja, hogy ezt nem szeretné, nekik nem ez az útja, elfogadom, senkit nem akarok meggyőzni, semmilyen cégnek vagy egyéb dolognak nem vagyok a nem kapok jutalékot, meg egyebek. Ez egy elv, ez egy mozgalom, egyébként a világon ez egy nagyon híres és hírhet mozgalom. Tehát Magyarországon ez kevésbé ismert, nyilván a hazai környezet miatt, mert gondolok a fizetésekre, a megtakarítási rátára és egyebekre, tehát Magyarországon ez azért nehezebben jön össze, de én elég sokat utazok a világban, és amikor beszélgetek emberekkel, és én ott ezt elmondom, hogy én ez vagyok, mármint, hogy régebb óta nem dolgozok, és csak a befektetéseimből élek, akkor van, aki így rákérdez, hogy FIRE? És akkor mindig így meglepődtem első alkalmak, hogy jé, hát ezt így ismerik külföldön, itthon ez senki, tehát hogy így nagyon kevesen ismerik. Ez külföldön abszolút elfogadott. Nem az ilyen nagyon korai nyugdíjas, mint ami én vagyok, tehát én abszolút tisztában vagyok vele, hogy én elég extrém vagyok. Inkább az ilyen 50-60-as évekbeli hát nyugdíjasok, ha lehet így mondani, úgy tervezik emberek, hogy 50-60 évesen teszik le, ha nem is véglegesen a munkát, de azt a fajta reggeltől estig irodába és csak a munkáért élni, és azért éljenek, hogy dolgozzanak, hanem hogy ebből a mókuskeréből ki tudjanak szabadulni. Létezik ilyen, lehet ilyen, és Magyarországon a társadalom, meg ugye a múltunk ezt kevésbé fogadja el, de azért ez nagyon sok embernek benne van a távlati céljában, hogy majd egyszer, csak az a majd egyszer, meg majd ha egyszer megnyerem a lottót, meg majd ha egyszer sok pénzem lesz, az az álmodozás, és amit én elmondok a könyvben, az egy konkrét út, az egy konkrét lehetőség, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani. És talán így hitelesebb, hogy én ezen már végmentem, már nagyon régóta így élek, és most már nagyon sok emberrel találkoztam, és az ő történetükből, meg az enyémből összemosva írtam meg a könyvet, hogy mik azok a klasszikus kérdések, klasszikus elakadások, hibák, amiben az emberek belemennek. Úgyhogy ez egy kicsit ilyen oktatókönyv, inkább ilyen bemutatókönyv, semmint szakmai, meg technikai, meg tőzsdei könyv. És mi volt a te életutat, tehát hogy milyen munkakörökben dolgoztál, mennyire volt tudatos, hogy el szeretnéd élni a pénzügyi függetlenséget, mióta tervezted, mióta élsz ebben az állapotban, egy picit
picit így meséld a karriered. Megpróbálom akkor ezt is két percbe összefoglalni. Én teljesen hétköznapi embernek tartom magam, semmi olyan nagyon különöset nem csináltam, bár mások szerint ne legyek ennyire szerény. Van két diplomám, tehát azért végeztem egy normál főiskolát, meg egy MBA végzettségem van egyébként gazdasági pénzügyi területen, de úgy értem, hogy átlagos vagyok, hogy nem örököltem a szüleimtől, nem volt olyan nagyobb extra segítség, ami miatt én itt tartok, ahol. Nyilván megkaptam a családi szeretetet, és volt egy jó otthonom, amíg otthon éltem a szüleimmel, de nem kaptam semmi különöset. Tehát én a hagyományos útba, tehát a Fire-be ez a hagyományos út, amikor valaki alkalmazott. Tehát nagyon jó, amikor valaki vállalkozásból vagy bármiből összeteszi a megfelelő tőkéjét, de én a hagyományos utat képviselem. Én egyszerű alkalmazott voltam, és világéletemben, a karrierben próbáltam minél több bevételt szerezni. Én ezt abszolút korán kitaláltam, ilyen 15-18 éves koromban, persze minden fiatal szeretne gazdag lenni, tehát azért ebbe sem különbözök annyira másoktól, csak én úgy voltam vele, hogy jó, de ez nem csak egy álom, hanem hogy ezt hogyan lehetne megcsinálni. Úgyhogy én nagyon fiatal koromban kitaláltam ezt, 18 évesen már volt értékpapírszámlám, amikor még se internet, se semmi, az még ugye egy másik világ volt, én bejárkáltam annak idején, és szépen a teletextről lövöldözgettük az árfolyamot, és úgy nyitottam értékpapírszámlát. Úgyhogy én a legerejétől ezt kezdtem. Munkahely, munkajövedelem, és a munkajövedelmemnek minél nagyobb részét megpróbáltam megtakarítani és befektetni. És ez egy ilyen öngerjesztő folyamat. Az ember, amikor egyre többet keres és keres, tehát ez egy nagyon fontos, hogy minél többet kell keresni, én mindig azt mondom, hogy a bevételinket kell növelni, és nem a költségeinket csökkenteni, mert ez elég nehéz, de majd beszéljünk róla. Tehát bevétel növekedés, minél többet megtakarítani és befektetni. Én elég tőzsdés vagyok, de az ingatlan is abszolút elfogadott, mint befektetési forma. Úgyhogy így haladtam, és 35 évesen, 36 évesen, most már idestől majdnem 10 éve, én már a befektetéseimből élek, tehát mindig megtakarítottam, befektettem, és ez épül ez a befektetett portfólió, és idővel egy nagyobb portfólióból bőven van olyan passzív jövedelem, amiért már nem kell megdolgozni, és az ember bőven eltartja. Nagyon röviden ennyi. Hogyha jól értem, azért elég spórolós vagy, nem igaz? A ismerőség körömben van talán 4-5 olyan ember, aki 100 milliós nagyságrendű vagyont tudott felhalmozni, de azt látom, hogy mindannyian nagyon spórolósok. Tehát kívülről ránézésre biztos, hogy nem látszik, mert fogják a pénzt, ahol lehet, akkor ez egy alaptézis, nem? Tehát, hogy így nagyon költekező, laza, pura, ezzel nem igazán lehet ezt elérni. Érdekes kérdés egyébként, mert ezt gyakran megkapom kritikaként, hogy nem szeretnének kenyeren és vízen élni. Meg kell találni azt az optimumot, ahol az ember jól érzi magát. Tehát nekem egy egészen színes életem volt. Én nem gondolom, hogy nagyon spóroltam volna, de van olyan dolog, amiben meg én vagyok olyan, amiben esetleg nem költök túl sokat. Tehát én mindig azt mondom, hogy keresd többet, és a megtakarítást, tehát a költségedet is próbáld lejjebb vinni, de olyan szinten, ami neked kényelmes. Tehát az, hogy valaki minden évben, és nem akarok senkinek véletlenül rosszat mondani, de aki minden évben nagyon drága új telefonokat vesz, új ruhát, vagy azért vesz két kategóriában a szebb és jobb autót, hogy ezeket másoknak mutassa, hogy sokkal nehezebb lesz ezt elérni. Én azt mondom, hogy racionálisan vásárolnak az emberek, olyan dolgokat, amire tényleg szükségeik van, ne keverjék össze a szükségeket az igényekkel, és akkor ez úgy menni fog. Talán ez a fontos, amit én karriertanácsadóként látok, hogyha valaki fizetésemelést kap, előléptetést kap, új céghez megy magasabb fizetéssel, akkor nagyon gyakran az életszínvonalat egyből hozzáigazítják, és amikor jönnek hozzám, hogy hát szar a helyzet, hülye a főnök, stb., és kérdezem, hogy akkor milyen fizetési igényük van, azért szinte mindenki azt mondja, hogy hát figyelj, azért a jelenlegi szint alá nem nagyon tudok bemenni. Aha. Vagy csak, hát az túlzás, hogy szinte mindenki, de mondjuk 70-75% így van. Tehát, hogy egy gyakori, talán ez a Parkinson törvénye egyébként, igen, hogy a rendelkezésre álló kapacitás kitölti a munka, a munkára fogalmazta meg, de hogyha több a fizunk, akkor az kitölti a költségek. Tehát, hogy ezért nagyon fontos, nem a tudatos. Ez abszolút így van. Ha megnézed, bár hát nyilván mindenki a saját tapasztalatából indul ide Magyarországon, teljesen elterjedt, hogy annyiból élek, amennyi a fizetésem. Tehát, hogy abban lesznek mesterek, hogy a fizetésüket így kopra kihozzák, annak az elköltését kopra kihozzák egy hónapba. És ha nagyobb lesz a fizetés, akkor rögtön több dolgot engednek meg maguknak. És én például ilyeneket próbálok leírni a könyvbe, és ezeket a tanácsadásokat próbálom így átadni az embereknek, hogyha emelnek a fizetésen, és erre bátorítom őket, hogy mindig törekedjenek a magasabb fizetésre, akkor ne emeljék hozzá az életszínvonalukat. Tehát azért, mert ebben van egy ilyen szabály, hogy 50%-nál többet nem kellene, életszínvonal inflációnak hívják,
hogy nem kellene többet emelni a megélhetési költségeken, mint amennyivel több lett a fizetésük, hanem azt például egy az egybe úgy, ahogy van, be lehetne tenni befektetésbe. Kanyarodjunk vissza egy picit az apropóhoz, a beszélgetés apropójához, meg ezzel a koncepcióval, hogy most akkor azért szeretnék-e pénzügyi függetlenséget, hogy aztán 40 évesen ne kelljen semmit csinálnom. És amikor én ezt az előző cikket, videót felvettem, akkor pont ezt éreztem a fiatalok, hogy igazából olyan nagy cél nincs, csak az, hogy ne kelljen dolgoznom, és azért szeretném passzív jövedelmet, hogy ne legyen főnököm, és ne kelljen dolgoznom. És én ezt nem értettem, meg ez ellen foglaltam állást, hogy azért céljai legyenek akkor is. Van olyan Graphisoftos milliárdos jó ismerősöm, hogy ő is nagyon aktív, sőt mesélte, hogy többen is abban a körből milliárdosok lettek, és mondta, hogy van olyan, aki olyan mentális problémák alakultak ki, hogy elment csak azért dolgozni valahol minimálbér, és legyen. Tehát, hogy ez mennyire fontos. De aztán a könyved végén azt láttam, hogy végül is te is, tehát hogy emiatt volt nekem a FIRE koncepcióval, ahogy picit jobban utána néztem, egy kicsi dilemmám, hogy mennyire tudok ezzel azonosulni, de a könyved végén te is oda jutottál ki, hogy figyelj azért, hogyha összejön ez az összeg, ami neked ahhoz kell, hogy pénzügyi függetlenség legyen, azért nem kell egyből felmondani. Tehát, hogy próbáld ki. Te hogy látod ezt? Teljesen egyetértek veled. Én azt mondom, hogy az ember a saját útját találja meg, és ne legyen kiszolgáltatva a munkahelyének, az anyagi dolgoknak. Ha valaki úgy látja, hogy egyetem szeretne dolgozni, és koktélozni szeretne, akkor tegye azt meg, de rá fog jönni egy-két hónap, vagy egy-két év után, hogy ez kevés. Az ember szerencsére általában okosabb, intelligensebb, stb. A semmittevéssel nem lehet egy-két napnál többet megtenni. Ugye most itt volt a Covidunk, egy kicsit mindenki be volt szorulva, mindenki érezhette, hogy milyen az, amikor úgy semmit nem csinál. Tehát én nem vagyok abszolút én tudom, hogy nagyon extrém vagyok, ez nem jellemző nyilván, hogy valaki ennyire így elengedje ilyen fiatalon a munkavilágát. Egyébként ez nem egy végleges döntés, tehát ha valaki ezt kipróbál egy-két évig, és úgy van vele, hogy ez neki nem jó, nem érzi a fontosságát, nem tud alkotni. Nekem is mindig volt valami hobbim egy-két évente, amiben úgy nagyon beleástam magam, és akkor azt csináltam, besegítettem vállalkozásba, voltam kerékpáros versenyző, ugye nagyon sok sportot csináltam. Most már ezzel foglalkozok egy 4-5 éve, hogy ezt terjesszem. Tehát olyan az értelmes embernél nem nagyon van olyan, hogy akkor így két hétig nem csinál semmit. Már hogyha nem arról szól, hogy mondjuk nagyon sokat dolgozik, és akkor elmegy két hét nyaralásra. Tehát én ezt is szoktam mondani, ez egyébként pont a második fázisban van, amikor az embernek így lelki szinten ezt rendbe kell tennie, hogy jó, de mit akarok csinálni az életben? Tehát el akarom érni ezt az anyagi függetlenséget, de miért? Tehát ez egy belsőre jövő dolog, mit szólok én hozzá, mik a terveim, mi a környezetem, a közvetlen környezetem, ők mit szólnak hozzá, mit akarok tenni? Tehát az, hogy valaki ezt elérje, itt lehetnek családi dolgok, tehát azt a felszabadult idejét mondjuk fordíthatja a családjára, létrehozhat egy saját vállalkozást. Nagyon sokan vannak, van olyan srác, most jobban vagyunk már elég régóta, ő Afrikában segélyszervezetek, iskolákat segít létrehozni. Tehát van, aki egyfajta ilyen társadalmi visszaadásra fordítja azt a felszabadult idejét, és akár a pénzét is, hogy segítsen más embereknek. Úgyhogy ez nagyon szerteágazó lehet, és valaki meg egyszerűen nem tudja abba hagyni a munkát, tehát van, aki abban éli ki magát, és ez nem baj. Tehát én nem vagyok a munka ellen, és akkor persze az is egy kérdés, hogy mi az, hogy munka? Tehát, hogy meddig tartasz, hogy munka, ha valaki nagyon hobbiból csinál valamit, és nem szempont neki, hogy ebből anyagi, tehát hogy ezt kifizessék, akkor most az munka vagy nem munka? Ugye ezek ilyen nagyon érdekes dolgok. Ilyenekről szoktunk egyébként beszélni sokat így a találkozókon is. Van, aki szerint az, amiben az idejét teszi, számodra mi a munka egyébként? Hogy fogalmaznád meg, hogy mi az, hogy munka? Számomra mi az, hogy munka? Hát ugye például én azt mondom, hogy baromi keményen dolgozok, de nem feltétlenül a cégemben. Tehát a cégemben mondjuk, ugye edzéssel kezdtem a napot, mint szinte mindig, de most már nem kellek fel annyira kajánlani, úgyhogy 10-re értem be, azért 6-kor általában elmegyek legkésőbb, amikor rövidebb. De én a gyerekeimmel való, tudod, reggel három gyereket a suliba felkészíteni, fogszabályzóra vinni, edzése oda-vissza, stb. Nyilván esetleg más dolgot intézni, ez is munka. Tehát én este 9:30-ra érek oda, hogy akkor le tudok ülni, reggel felkelek, mit tudom, 6-kor. Tehát, hogy kemény az életem. Tehát minden az, amiben célt szeretnék megvalósítani, és ezért erőfeszítéseket kell tenni. A kondizás is egy munka, mert hát, hogy figyelj, hát a saját testemre gondoskodni kell. Az, hogy a anyósomat elviszem hétfőn Pécsre orvoshoz,
az is egyfajta munka, tehát hogy nem csak a pénzkeresetet tekintem. Ezeknek az összességét, ahol nyilván számomra az is, ahol szakmailag meg tudom valósítani egy picit az elképzeléseimet. Ezért is, hogy ilyen definíció szerint mindig, amikor ezekről beszéltünk, kiderül, hogy a munka, mint olyan, egy abszolút más jelent embereknek. Mert nyilván azért nagyjából ugyanarra gondolnak, de van, aki azt mondja, hogy például az a munka, amit már nem szívesen csinál. Van, aki azt mondja, hogy az a munka, amiért már pénzt kapunk, és hogyha bármit ingyen csinál, az már nem munka. Szóval, hogy ilyen nagyon érdekes ebben is a véleményeknek az eltérése. Úgyhogy én nem vagyok munkaellenes, én nagyon szeretem, sőt, én felnézek arra, aki főleg, hogyha valaki céget alapít, és ugye ezáltal lesz anyagilag jobb szituációba, az nekem ugye nagy tisztelet. Tehát, hogy én ezt nem terjesztem úgy, hogy na most, aki dolgozik, vagy nem tudom, ilyen nap, ha bejár az irodába, az idézőben számomra egy rossz ember lenne. Úgyhogy ez nem. De nekem is oké, hogy így a felvezetőben beszélgettünk, tehát most már így tökre értem az egészet, meg az egész koncepció lényegét, meg szerintem az is a lényeg, ugye itt Magyarországon ugye állami nyugdíjrendszer volt, meg most már zömében megint az van, tehát hogy sok ügyfelem az olyan fia, és még ennyiben van az nyugdíj, aztán kicsekkolok, de ugye Amerikában is gondolom a FIRE, talán azt nem mondtuk el, hogy minek a rövidítés a FIRE. Igen, lehet, hogy ez a Financial Independence, Retire Early, tehát anyagi függetlenség és korai nyugdíj, ugye a Retire Early az korai visszavonulás jelenteni szó szerint. Nincs rá nagyon jó szó, meg nagyon jó kifejezés, mert a nyugdíj az ugye itthon nem egy olyan pozitív szó, azt általában az öregséggel, a szegénységgel teszik így összefüggésbe, azért ez mondjuk nálam pont nem jellemző, úgyhogy ennek a rövidítése. Tehát az, hogy legyen anyagi, egyáltalán el tudjak menni nyugdíjba, és azon a szinten éljem az életemet, amit szeretnék, ez nekem is egy szuper fontos célom. Nagyon érdekes, hogy vannak ausztrál rokonaim, a barát nagymamámnak a testvére ment ki, és az ő gyerekeivel jobban vagyok, tehát édesapám első unoka testvére, és egy testvérpárról van szó, és a férfi geológusként dolgozott, sokáig nem volt családja, azt hozzáteszem, de ő el tudott érni egy olyan függetlenséget, hogy ugye ott ilyen superannuation-nek hívják, tehát hogy ilyen befektetési alapba gyűlik végül is a nyugdíj, és hogy a nyugdíjas kort, mikor elért, akkor ő el tudott menni nyugdíjba. De nagynéném, aki egy ajándékboltba dolgozik eladóként, ilyen aboriginal, ugye őslakos boltban, ő ebből a fizetésből nem tudott annyit félretenni ebben a öngondoskodó számlán, így ő 71-72 évesen is arra kényszerül, hogy dolgozzon, amikor már túl van egy komolyabb betegségen. Tehát az egy célként, hogy el tudjak menni egyáltalán nyugdíjba, legkésőbb, mit talán 65 éves koromban, és akkor meg tudja őrizni az életszínvonalat, ez szerintem egy elképesztően fontos cél. Egyetértünk abszolút benne, ugye, hát nem akarok itt rossz képet lefesteni, a hallgatók, nézők majd átgondolják, hogy ők az ő életkorukban és az ő korábbi fizetéseik mellett milyen nyugdíjra számíthatnak. De nekem ebben nincs túl jó véleményem. Már a mi korosztályunk is, tehát a 40 éves korosztály már szerintem nem annyira számíthat a nyugdíjra, majd biztos mindent kitalálnak, tehát valami biztos lesz, meg kitolják a nyugdíjkorhatárt, stb. De aki korábban is jól keresett, szerintem nem túl jó nyugdíjra számíthat. Tehát én azt mondom az embereknek, hogy öngondoskodás, tegyen annyit félre, hogy abból majd meg tudjon élni. És ha kap nyugdíjat, az tök jó, mert hogy állami nyugdíjat, az tök jó, az egy kiegészítésnek biztos jó lesz, majd még jobb életszínvonalon tud élni. De bármi közbe jöhet, mert mindig arról beszélünk, hogy nyugdíj, meg nyugdíjas korosztály 65-70-75 évesen. De mi van, hogyha valaki 40-50 évesen valamilyen balesetből, egészségügyi problémából keresőképtelen lesz, családdal, lakáshitellel, tehát egy komplett élettel, akkor azért nagyon nehéz, és akkor már kapkodás van, és akkor össze tud borulni az élet. Többen vannak a csoportban, akik egyébként akkor jön rá az ember, amikor véletlenül abba a helyzetbe kerül, vagy egy nagyon közeli, most akivel pont beszéltem a héten, ott a testvére lett nagyon súlyos beteg, gyógyíthatatlan a beteg, és akkor jött rá, hogy úristen, mi van, ha vele is ez történik. És azért kezdett el, jobban áll anyagilag, tehát van befektethető pénze, de hogy azon gondolkodott, hogy milyen luxus dologra költse, vagy milyen autót vegyen, és akkor most így a beszélgetésünk során sikerült egy picit arra átvezetnem, hogy nem biztos, hogy autót kéne belőle vásárolni, luxus autót, hanem inkább tegyen félre. Ezért is jött természetesen, hogy erről beszélgessünk. Úgyhogy én az állami nyugdíjat én abba a kevésbé hiszek, hogyha lehet ezt ilyen politikai korrekten mondani, én azt gondolom, hogy az embereknek érdemes, és ezzel kell foglalkozniuk, hogy minél korábban tegyenek félre,
minél korábban elkezdi valaki, annál jobb helyzetben lesz. Így gyakorlatilag az idő a legfontosabb tényező. Nyilván az összeg is, hogy ki mennyit tesz félre, de ha ezt 20-25-30 évesen elkezdi, akkor az Isten meg nem menti attól, hogy 60 évesen nagyon jó anyagi körülmények között legyen. Feltételezve, hogy a világ akkor is olyan lesz, mint ami most így nagyjából jelenleg, tehát nyilván, ha valami óriás nagy probléma történik a világban, akkor ez várhatóan nem így lesz, de akkor van máson aggódni. De akkor is fontos, nem? Nekem hát, is ez még fontosabb. Egyre inkább eszembe jut egyre több 20. századi, meg egyáltalán közelmúltbeli történelem könyveket olvasok, és azért azt látom, hogy ez a békésebb időszak, ami mögöttünk van, ez a nem tudom, 60-70 év legalábbis itt Közép-Európában, tehát ez rendkívül itt, és ugye, hogyha visszagondolok, hogy mit csinálnék akkor, hogyha ilyen első-második világháború előtti helyzet lenne, ugye ott azért szerintem sok embernek megfordult a fejében, hogy menni kéne, de nem tudott menni. Igen. Tehát, hogy ha valami nagy gebasz van, akkor is a pénzügyi szabadság erre egy lehetőséget, hogy egy jóval drágább országba is akár. Kell ez a fajta biztonság. Egyébként én ezért is próbálom ezt a hitrendszert, évrendszert egy kicsit terjeszteni. Én nagyon látom az embereken, most már ugye több éve találkozok olyanokkal, akik több éve járnak a csoportba, hogy mennyire megváltoznak az embereknek a hozzáállása az élethez. Egyébként magamon is láttam. Tehát amikor az ember eljut oda egy pár év megtakarítás meg befektetés után, hogy néhány havi jövedelme, vagy mondjuk egy éves megtakarít, egy évnyi megélhetésének a költsége megvan a háttérben, akkor nyugodtá válik. Akkor az ilyen apró problémák eltűnnek az életből, hogy a sárga csekket mikor fizetem be, és nem csak ilyen nagyon extrém helyzetben, ami hát mostanában van, bár remélem, hogy ez még nem annak számítható, de például karrier szempontból is nagyon sokat jelent, hogyha az ember függ a fizetésétől, akkor nehezen mer váltani, mert egyszerűen úristen, mi lesz, hogyha nem tudom, megtudja a másik helyen visszaszólnak, hogy ő álláskeres, és ezért kirúgják, és akkor ilyen félelmei vannak, vagy hogyha az nem jön be, akkor meg nem kapok fizetést egy-két hónapig, akkor úristen, mi lesz. Ha az ember elér egy ilyen biztos hátteret, akkor sokkal magabiztosabban tud. Nem akarok itt a karrier dolgokba beleszólni, mert ez a te asztalod, de én azért annak idején azt csináltam, hogy mindig elmentem az interjúkra, mindig magasabb összeget kértem, mint amennyit én is gondoltam magamról, bár szóval mindig magasabb összeget kértem, és egyszer-egyszer megadták. És akkor, ha nem is csak a pénzért, mert nyilván azért sok minden más is számít egy munkahelyel kapcsolatban, de akkor úgy, ha úgy éreztem, hogy ez egyébként jó, és ez egy előrépés, akkor megpróbáltam. Nyilván nekem is volt többször is, hogy vagy én, vagy a másik oldal nem így gondolta, és akkor ebből nem volt óriás pánik és egyéb helyzet, úgy voltam, megpróbáltam, ez most annyira nem ment, akkor keresek egy másik helyet. És ugyanígy visszatérve az ilyen különleges helyzetekre, remélem, hogy ilyen nem lesz, de hát sokáig fogunk élni, remélhetőleg, és akkor valószínűleg azért mégiscsak lesz benne ilyen. Ha valamiért menni kell, és ugye nem kell nagyon messzire menni, a szomszédban éppen háború dúl, nyilván nem szeretném, hogy Magyarországra átérjen, de ha menni kell, akkor például egy helyi ingatlan befektetés talán nem olyan jó, ha az embernek akkor nincs hova nyúlnia, mert hogy hirtelen menni kell egyik napra a másikra, akkor azért úgy nagyon nehéz úgy fölmarkolni olyan értéktárgyakat, amivel el tud helyezkedni, vagy el tud kezdeni egy új életet külföldön. Én nem akarom annyira promotálni az értékpapír befektetést, de az egy olyan dolog, ami nincs hozzám kötve. Én az bárhol, bármikor elérem, ha nekem menni kell, akkor nekem is van egy-két ilyen apró értéktárgyam, amivel így el tudok indulni. Mi meg is beszéltük annak idején, hogyha itt átlép egy pontot ugye a szomszédbeli háború, akkor mi megyünk Magyarországról. És milyen szintű vagyon kell ahhoz, milyen nagyságrendű, nyilván ez függ egyéneknek az aktuális költéseitől, de mégis nagy átlagban, mivel azt lehet mondani, hogy most már megengedheti magának valakit, hogy többet nem kell dolgozni. Aha, nagyon jó a kérdés. Hát ha olvastad a könyvet, akkor lehet, hogy erre már vannak jó válaszaid. Én erre azt mondom a kedves nézőknek, meg hallgatóknak is, hogy gondolkozzanak el azon, ezt könnyen ki lehet számolni, hogy milyen portfólió kell hozzá. Van egy 4%-os szabálynak nevezett ilyen elég régóta a köztudatban lévő ilyen törvény, ha lehet ezt így mondani, hogy számolják ki a nézők, hogy egy évben mennyi a megélhetési költségük, úgy átlagosan. És ezt szorozzák fel 25-tel. Hát ha valaki mondjuk 400.000 forintból megél, akár önmaga, akár a családja, tehát amire ki akarja számolni, egy hónapban 400.000-ből megél, az mondjuk 5 millió, és ha az felszorozza 25-tel, akkor nagyjából 125 milliót kap. Most így elsőre, tehát általában ez a 100 kötője 200 millió szokott kijönni, hogyha így valakivel így végig számogatjuk, de ahogy te is mondtad,
ez nagyon egyénfüggő. Tehát ha valaki vidéken él, szerényebb körülmények között, akkor ugye az is egy dolog, ha ketten élnek, ugye akkor jobbak a bevételi forrás között, egy másik dolog, és ha ugye nagyobb lesz a család, akkor ez egy harmadik dolog. Meg ugye megélhetési szinttől is függ, tehát valaki 1 milliót költ el havonta, és nem is tudja elképzelni, hogy ezt lehetne fel ennyiből is kihozni, és nyilván tisztában vagyok a magyar valósággal is, ahol ezek nagyon nagy számok, és inkább a 2-300 ezres kategóriában próbálnak kijönni. Hát az a jó hír, hogy nekik meg szerencsére akkor kevesebbet kell összegyűjteni. Tehát körülbelül egy ilyen 100-200 milliós portfólió befektetve akár részvényekbe, vagy akár ingatlanba, ez tud hozni egy olyan nagyságra, vegyünk akkor egy ilyen 100 milliót. A tőzsdének egy ilyen régebb óta, tehát mondjuk 50-100 éve tartó hozama, az ilyen átlag 10%. Hogyha van valakinek egy 100 milliós portfóliója, és ezzel a 10%-kal számol, nyilván nem tudjuk, mi lesz a jövőbe, de legalábbis a múltban ez volt, akkor ez egy 10 millió forint. Tehát nagyjából havi 800.000 forint, az nem havi szinten, de átlagosan kijön belőle. Azért az a mai magyar valóságban nagyon sokan kiegyeznének, ha azt mondanák, hogy van havi 800.000 forintjuk, akkor nagyon sokan azt mondanák, hogy akkor köszönöm szépen, és akkor lehet, hogy másnap be sem megyek dolgozni. Úgyhogy körülbelül ez a nagyságrend. Hallottam már előtt, aki 50 milliót tolt be, tehát hogy célként határozott meg, és ő azt gondolja, hogy havi 200-ból tök jól el van, elfogadom, mert valaki egész nap jogázik, vagy nem költ olyan dolgokra, amire mondjuk mások többet költenek, de van, aki meg azt mondja, hogy 500 millió vagy 1 milliárd alatt is, hogy az neki annyira nem. Mindig szoktam csinálni ilyen kis felmérést a csoportba, megszavaztatom, hogy kinek mi a célszáma, és nagyon távoli eredmények jönnek ki. Tehát az 50-100 milliósból is egészen sok van, meg az 1, meg 2 milliárdosból is nagyon sok van. Ez a Fire Hungary csoport, Facebook csoport, Igen, még 5-6 évvel ezelőtt mások ösztönzésére létrehoztam egy ilyen csoportot, illetve hát láttam, hogy nem nagyon van olyan csoport, ahol lehetne erről beszélgetni. És az én életutam alatt nekem ez egy nagyon nagy negatív volt az életemben, hogy nem tudtam ezekről beszélgetni emberekkel. Tehát a befektetés, meg pénzügyek, meg ki mennyit keres, meg mennyit tesz félre, meg hova fektet be, erről Magyarországon ez nagyobb tabu téma, mint bármi más, hogyha lehet így mondani. Szex. Igen, hát nagyon régi haverok, ismerősök, stb., de hát kollégák sem beszélik meg ugye egymással, hogy ki mennyit keres, és nem azért, hogy egymás zsebébe válkáljunk, hanem egyszerűen csak így motivációként. Úgyhogy körülbelül ez az összeg, és az most így elsőre egyébként nagyon ijesztőnek tűnhet, tehát amikor ilyen nem pénzügyes témában, vagy nem ilyen csoportban, vagy ilyesmi idegen emberekkel beszélek, akkor ez a 100 millióra itt általában ledobják az emberek a láncot, hogy hát ez soha nem jön össze. De ez sokkal könnyebben összejöhet, mint az emberek gondolják. És ha már így anyagiakról beszélünk, a könyvben is talán példaként ez a 25-30 ezer forintos példa van benne. Nagyon sokan azért nem kezdik el, mert azt gondolják, hogy ez milliók kellenek, meg több százezres fizetések, meg stb. És nem. Az a jó hírem van benne, hogy ez nagyon pici pénzzel pici, az a havi 10-20-30 ezer forintnak a félrerakása, azzal kell és érdemes elkezdeni, mert ezek szépen növögetni fognak. Tehát aki havi 20-30 ezeret félre tud tenni, és ez szépen növeli, amint engedi ugye a fizetés növeléséből minél többet félretesz, és ebből minél többet be is fektet, akkor egy ilyen 10-15-20 év alatt ilyen 50-100 milliós nagyságrend összejön. Csak ebből, hogyha ugyanilyenek lesznek a tőzsdei hozamok, tehát ez a 10%, én nem számolok különösebben nagy hozamokkal. Tehát egy 20 éves távlatban ez bőven összejön. Na, erre szokta a másik kritikát megkapni, de 20 év. Hát igen, az nem kevés idő. Tehát én nem azt mondom, hogy pár év alatt ezt meg lehet tenni. Ez, hát a 10 év az a nagyon jó, tehát az akkor valaki nagyon sokat keres, nagyon jól tett félre, és nagyon jók a hozamok, tehát akkor van meg 10 év alatt, inkább ez a 15-20 év, mire eléri ezt a célszámod. De az a rossz hírem van, hogy eljön a 20 év. Nem tudom, a te életedben hogy van, de én az elmúlt 20 évre, ha így visszagondolok, akkor ez a volt nincs most, így az előbb kérdezted, hirtelen alig tudtam átgondolni, hogy is csináltam, ez így gyorsan eltelik. És a jó hírem viszont meg az, hogy egyre jobban kitolódik a várható átlag életkor, tehát akár már a mi korosztályunk is ilyen 80-90 évet már várhatóan elér, egyes kimutatások szerint a ma született fiatalok már akár 100 évet is átlagosan elérnek, tehát ha meg ezt nézem, akkor ha valaki mondjuk 20 vagy 30 éves korában, ha ezt most kezdi el, 20-tól mondjuk 50-ig vagy 30-tól 50-ig ezt megteszi, akkor a élete második felében úgy élhet, ahogy szeretne. Mondom, munka, vállalkozás, család, bárminek a megvalósításával. Tehát ez úgy eltelik sajnos ez a 20 év,
És ez nem kenyéren és vizen, ez mindössze csak annyi, amit az elején is mondtam, hogy olyan nagyon feleslegesen túlzó dolgokat ne vásárolgassunk. Nem szeretek megint így, tehát nehogy valaki rossz néven vegye. Nekem 2007-ben vettem még talán Apple részvényt, még akkor kezdtem ugye nagyon az elején, és nekem azóta se volt Apple telefonom, nem vagyok ellene, nyilván nagyon szeretem, hiszen azért vásároltam a cégnek a részvényét annak idején is elkezdve. Például az ilyeneknek a logikus átgondolásán, ha valaki úgy érzi, hogy neki ez feltétlenül kell a munkájához, nem tudom én mihez, akkor vegyen egy ilyen magasan árazott telefont, de ha valaki csak az átlagos dolgokra használja, közösségi média, e-mail olvasgatás, fényképek, meg nem tudom, időjárás jelentés, arra azért bőven elég lenne egy alacsonyabban árazott vagy beugró kategóriás telefon. És ha már azt a pénzt mondjuk minden évben nem erre költi el, hanem beteszi részvényekbe, akkor abból 20 év alatt összejön annyi pénz, hogy annak a hozamából 20 év múlva minden évben megveheti majd azt a telefont. Ez a ugye kamatos kamatnak kamat, igen, abszolút. Az eredménye. Ezt nem látják az emberek, hogy amikor azt mondom, hogy 100 millió, akkor legtöbben azt mondják, hogy hát ez hülyeség. Na, akkor elosztja 10 év, akkor az 10 millió forint, akkor neki havi 800-et félre kéne tennie. De amikor összejön ez a mondjuk 100 millió forint, most már ennél maradtunk, egyébként a könyv címe is azért az első 100 millió, nem az én első 100 millióm, hanem az olvasónak az első 100 milliója. Ez sokkal egyszerűbben összejön a 100 millióból, azt nem ő teszi be. Annak legalább a fele, de inkább a kétharmada már a kamatokból fog hozzájönni, a hozamokból fog hozzájönni. Ugye itt van egy ábra, a te vagyonod gyarapodását mutatja. Tehát a te vagyonod alakulásában is az jön ki, hogy kb. Az első 10 évben igen, ez még egy nagyon kicsi látszik meg. Igen, ez a kamatos kamat egyébként egyik kedvenc témám, mert az emberek ezt nem értik, ami nem baj, tehát hogy mi nem így vagyunk behúzalozva. Egyszerűen nem tudunk nem lineárisan gondolkodni, hanem exponenciálisan gondolkodni. Ugye ez a klasszikus példa vagy kérdés az, hogy van egy tó, amiben van egy tavirózsa vagy bármilyen virágnövény, mindegy, ami a duplájára növekszik minden órában, tehát óránként a duplájára növekszik. És az a kérdés, hogyha 10 óra alatt lesz tele a tó ezzel a növényel, akkor hány óra múlva lesz a felénél? És ugye erre a legtöbben azt mondják, hogy 5, mert hát az a fele. De nem, ugye a 9. órában lesz a felénél, hiszen onnan fog duplára nőni, és azért lesz a 10. És azért is tettem be ezt az ábrát, éppen nekem ez nagy dilemma volt, hogy összeggel együtt tegyem-e vagy be vagy se, de nem rólam szól a könyv, és nem a saját magamat akarom ezzel fényezni, és azért tettem bele így ezt a táblázatot, hogy lehessen látni az alakját. De az elején is, amikor az ember ezt elkezdi, akkor ott is nagy lépések vannak. Tehát amikor az ember nulláról kezdi, és az első mondjuk 1-2 év alatt összejön neki mondjuk pár százezer forint, 1-2 millió forintja, már akkor sokkal jobban érzi magát, mert ahhoz képest ő jelentősen nagyot lépett előre, mint amikor előtte tartott. És akkor egy ilyen középső szakaszba is, amikor eljut oda, hogy mondjuk az egy havi fizetését mondjuk behozza a tőzsdei vagy az ingatlan nyeresége, behozza egy év alatt, és azt látja, hogy most ebbe a hónapba vagy ebbe az évbe annyival ment föl az értékpapírszámlám egyelege, mint ami egyébként az egyhavi fizetésem, akkor úgy elkezd gondolkodni, akkor jön rá igazából, hogy ja, hát ha 10-szer ennyi lenne, akkor ezzel már milyen jól állnék. És ezekkel én erre bátorítok mindenkit, hogy igenis gondolkozzon ilyen nagy számokba, mert ezek el fognak jönni. Én ezért nagyon sok mérföldkövet meghatároztam én magamnak is, meg ugye a könyvben is ezt mondom, hogy legyenek ilyen akár számszerű, vagy akár nem számszerű mérföldkövek, hogy mi lesz, amikor meg lesz az első 1-2-5, én ilyen elég számos ember vagyok, tehát az első 1-2-500 000 forint, vagy 1-2-5 millió, vagy 10-20-50 millió, és igenis kell ezekkel számolni, hogy amikor meg lesz a 100 millió, vagy a 200 millió, akkor még akár napi szinten is változik úgy a tőzs, de mondjuk 1-2%-ot, hogyha belegondolsz 100 milliónak, az napi szinten 1-2 millió forint. Amikor az ember ezt látja, hogy úristen, hát amikor fölfelé megy, akkor nagyon jó úristen, amikor lefelé megy, akkor kevésbé jó úristen, de éppen nem kell nézni a napi mozgásokat. Mindig elmondom, hogy ezeket nem kell nézni, de mindenki nézegeti, hogy hogyan változik a portfólió, akkor már úgy kicsit, hát néha demotiválóan is tudhatni, hogy már akkor a portfólió van, hogy akkor minek dolgozik. Egyébként ez engem mindig motivált. Tehát amikor átléptem ezeket a lépcsőket, és a hallgatók is majd, amikor oda eljutnak, akkor nekem ebből mindig az jött le, hogy akkor keveset keresek. Akkor előre kéne lépni a karrierembe, és többet keresni. Tényleg milyen fizuból lehet ezt megvalósítani, mert azt veszem a könyvből, meg nagyon jól levezetted, hogy akár 300 000 forint nettóból is, hogyha 30 000-et félreteszek 20 éven keresztül, és azt megfelelően befektetem a
tőzsdén vagy ingatlanba, tehát magasabb hozamat hozó befektetésbe, akkor 20 év alatt el lehet érni a 100 milliót, de te hogy látod, vagy a FIRE közösségben mit látsz, hogy mi az a fizú nagyság, aminél ezt ütemesebben meg tudják valósítani? Igen, hát ez egyértelmű, már úgy értem, hogy a magyar rögvalóság, és én olvasgatok statisztikákat, természetesen tisztában vagyok a magyar valósággal. Igaz, hogy én egy ilyen kis buborékba élek, ugye budapestiként, meg itt azért jobban szituált emberek vannak, de tény, hogy ilyen 100, meg 200, meg 300 ezer fontos nettó fizetésekből azért ezt nagyon nehezen lehet összetenni. Akik a csoportba járnak, meg akikkel én találkozok, ugye most már 60 ilyen csoport találkozó volt, 10-20-30-an eljönnek, tehát nagyon sok történetet megismerek, ők általában ez a jobban kereső kategória, tehát a nettó 400-tól mondjuk a nettó 1 millióig. Nyilván vannak fölfelé is, meg lefelé is kilógóak, de azért ez a budapesti jó kereset, hogyha lehet így fogalmazni, ez a nettó 4-600 ezer forint. Tehát körülbelül abból lehet úgy gondolkodni, hogy akkor el tudok tenni, és akkor már nem 10-20-30 ezer a cél, hanem én azt látom, amikor valaki elkezdi, most is pont találkoztam egy lányon, akivel egy évvel ezelőtt is találkoztam, és nagyon sokat lépett előre, akkor azt tervezte, hogy hát akkor ilyen 30-40 ezerrel elkezdi. És annyival kezdte el, de amikor az ember egy picit erre rápörög, akkor lejjebb veszi a költségét, meg például ő is karriert váltott, nem tudom, hogy pont most mondta, hogy 2-3 hete dolgozik az új helyen, és hogy mennyivel több fizetést kap, és most már 200 ezer forintot tud eltenni. Tehát előtte ilyen 30-40 ezerbe gondolkodott. Tehát igen, nyilvánvaló, hogyha valaki ilyen legalább nettó 4-500-at keres, akkor abból lehet inkább ilyen 50-100 ezer forintokat eltenni. Ha családja van, tehát keres még nettó félmilliót, de és ketten vannak, de vannak gyerekek, meg nem tudom, akkor valószínűleg. Igen, akkor ez nehéz. És ezért is szoktam azt mondani, ugye ez egy háromszögből áll ez az egész FIRE dolog, ugye a magas keresetből, a költségek csökkentéséből és a befektetésekből. Ez a befektetések, az már az ilyen közepe, vége kategória. Tehát az elején a magas jövedelemre kell koncentrálni, mert abból lehet félretenni. Akkor még mindegy, hogy hol nyitja az értékpapír számlát, meg mi befektet, mert akkor még a pár százezer forint, meg az 1-2 millió forintnál, most mindegy, hogy 10%-ot keres rajta, vagy 12%-t. Tehát növelje a bevételét, a költségét addig csökkentse, amíg a házastársa vagy a párja is ezt elfogadja, meg ezt ugye megbeszélés alapon kell ezt véghez vinni vagy létrehozni, és majd amikor már ilyen 5-10 millió forintja van, majd akkor fontos, hogy pontosan mibe teszi a pénzét. Mondom, én részvénypárti vagyok, egyébként ez sokkal egyszerűbb dolog, mint ahogy az emberek gondolják. Nem kell félni a tőzsdétől. Ha az ember az ilyen nagyon különleges és hihetetlen sztoriktól távol marad, azokban nem is kell befektetni. Tehát ha rákeres az interneten is, amiket földobálnak reklámokat, na abban nem kell befektetni, mert azok általában átverések. Én a teljesen hagyományos ETF-eknek hívják, ami ugye a piaci egy ilyen csomagot vesz meg az ember. Nyilván nem javasolhatok, nem vagyok pénzügyi tanácsadó, bár egyébként van ilyen végzettségem, de ha valaki nagyon egyszer egy mobiltelefon segítségével, ahogy szokott rendelni élelmiszert, nyit egy értékpapírszámlát, és ott szépen azt az 1-2-3 dolgot bepakolja, megveszi, ez egy teljesen hétköznapi dolog, és ebbe hát nyilván kicsit nagyobb a kockázat, de nem fogják ellopni a pénzét, erre minimális esély van, főleg a mai magyar szabályozással, ezek tök egyszerű dolgok. Én ezt próbálom meg így az embereknek kicsit átadni, hogy ne féljenek ettől. Lesznek benne ilyen 10-20%-os mozgások, tehát azért például pont tavaly volt, hogy -20%-ot ment a tőzsde, én se vettem ezt olyan jó néven, de tudtam, hogy jó, hát ment 10 évig fölfelé, most lesz egy kicsi mínusz, és azóta megint idén is 15%-nál tart az amerikai tőzsde. Úgyhogy ezek... És főleg amerikai tőzsdén fektesz be? Tehát amerikai értékpapírokba? Csak azért, mert az a világ legnagyobb tőzsde, hogyha lehet így mondani, illetve a világ gazdaságának az a legnagyobb mozgatórugója. Kétféleképpen lehet befektetni. Én ezt az ETF-et javaslom, főleg a kezdő embereknek, azért, mert ez hozza a piaci átlagot. Ez a legegyszerűbb dolog, és egyébként halkan megedzem, hogy a sok megmondó emberek közül, tehát nem kell hozzá annyira beleásni magunkat, mert a nagyon okos, nagyon ezzel foglalkozó emberek sem mindig hozzák a piaci hozamot, sőt, általában nem hozzák. Tehát nem kell ezzel foglalkozni, nem kell figyelgetni a cégeknek, meg a részvényeknek a mindenféle híreit, én sem ülök ott egész nap. Egyébként én ott ülök, mert nekem ez a hobbim, de ez nem befolyásolja annyira a befektetés stratégiámat. Tehát ez egy nagyon egyszerű dolog. És emellett meg lehet választani egyedi részvényeket. Én ezt kevésbé javaslom. Ha bejön, akkor az ember úgy gondolja, hogy ezt ő találta ki, és ez az ő érdeme, de ez inkább nagy részben egyébként a szerencsének a
az érdeme, hogy sikerül-e kiválogatni ilyen egyedi részvényeket, ez már nyilván kockázatos. Tehát annak idején, hogyha már itt tartunk, én még 17-ben kezdtem el Tesla részvényeket vásárolni, ez akkor nagyon kockázatos volt. Akkor minden héten ez ment, hogy csődbe áll. Az egy jó sztori volt, én ezt úgy bevettem, meg engem ez úgy érdekelt, és akkor mehet ebbe a pénz. Ez bejött. Többé-kevésbé azért szerencse. Ilyet nem szoktam javasolni az embereknek, hogy vegyenek egy-egy részvényt, ilyen kiválasztott részvényt, mert ez bizony földbe állhat. Tehát az kinullázódhat. Úgyhogy ez az úgy kockázatos. Én is sokáig nagyon féltem a tőzsdétől, és aztán Warren Buffett-től mindent elolvasok, kétszer végigolvastam az összes Letters to Shareholders leveleit. A legjobb tanulás, úgyhogy sajnos magyarul nincs meg az angol tudásokat. De az egyikbe írta, hogy milyen jó tanácsot adott az örököseinek. Azt mondta, hogy ha meghal, akkor a vagyon 10%-ából vegyenek állampapírt, és 90%-ából meg vegyenek S&P 500, S&P 500 ETF-et. És talán az egyik részvényesi gyűlésre is meghívta a Jack Bogle-t, a Vanguard befektetési alapítóját, aki talán ő találta ki az ETF-eket, hogy ezek a passzív befektetési alapok, hívjuk így, és akkor az első sorban jött a Jack Bogle, már 90 éves ő is elmúlt, és akkor felállította a Warren Buffett, és akkor ilyen standing ovation-t, ilyen állva tapsolást kapott a Jack Bogle, mert hogy azt mondta, hogy senki nem tett még annyit a befektetőkért, mint ő, hogy figyelj, ne, tényleg nem kell feltétlenül okoskodni, ilyen-olyan részvényt venni, vedd meg a passzív ETF-et, és azzal már jó lesz. Tehát akkor te is ezt vallod, hogy ezzel ezt el lehet érni, nem kell adni, venni, kibeszélni. Én nagyon sok mindent kipróbáltam, tehát én is voltam forex kereskedő, én is elvégeztem technikai analíziseket, nem tudom, tanfolyamokat, és ezeket megpróbáltam, és nem csak a saját tapasztalatomban ítélkezem, hanem ezekre, ugye nekem ez most már nagyon régóta a hobbim, hogy ezzel olvasgatok és foglalkozok, ezekre egészen jó kimutatások vannak, hogy ezek úgy alapvetően nem működnek. És ez azért jó a hallgatóknak, mert attól tartanak nagyon sokan, hogy ehhez nagyon kell érteni. Ehhez nem kell érteni. Tehát a piaci átlaghozamot ez az S&P 500-as ETF-hez hozza, ez azt jelenti, hogy az 500 legnagyobb amerikai cég. Hát egyszerűen Amerika a legnagyobb, most ha hiszünk abba, vagy elfogadjuk, vagy nem is tudom miért a jó szó, ha a hallgató vagy néző úgy gondolja, hogy a következő 10-20 évben is még ilyen amerikai dominancia lesz, akkor érdemes ebbe fektetni. Ha nem így gondolja, akkor vehet World ETF-et, tehát egész világra szólót. De ha van olyan elképzelése, hogy nem tudom, Kínába látja a jövőt és a nagy növekedést, vagy Indiába, ugye nagyon sokan így gondolják, akkor vehet olyan ETF-et is. Csak ne egyedi részvényt vegyen, mert ha most pont a múltkor felmerült, hogy akkor afrikai aranybányákat kéne venni, és akkor fölment, hogy jó, de mik azok? Most ha az ember egy-egyet kiválogat belőle, és az pont valami politikai vagy akármi miatt ez beborul, akkor ugye kinullázta a befektetéseit. Ilyenre is van ETF. Tehát ha valaki a mesterséges intelligenciát gondolja, most ugye ez egy elég felkapott téma, akkor rá lehet keresni ilyen ETF-re, és akkor megveszi azt ETF-ként, ami annyit jelent, hogy mondjuk a top 20, 50, akárhány cég ebbe benne van. És akkor nem kell eltalálnia, hogy melyik lesz az a cég. Ugye mostanában az Nvidia nagyon sokat ugrott, de 2 évvel ezelőtt senki nem gondolta, vagy legalábbis meglehetősen kevesen tudták, vagy gondolták, hogy ez ekkorát fog ugrani. Tehát utólag mindig nagyon könnyű ráfogni, akár egy ilyen Tesla vagy Nvidia, azt kellett volna venni. De akkor ezt nem gondoltuk. Tehát ha 10 évvel ezelőtt beszélgetünk, akkor a Nokia telefon, ez mindenkinek az vált. Hogy képzeled? És ma sajnos sehol nincsen. Tehát ezért nagyon veszélyes. Most azt mondod, hogy Apple és hú meg há, lehet, hogy 10 év múlva sehol nem lesz. És ezért jó, hogyha ETF-et vesz az ember, mert ebben benne van az 500 legnagyobb cég. És folyamatosan kihullanak, illetve fölzárkoznak, és kihullanak belőle. Tehát nem kell azzal foglalkozni, hogy milyen cégek vannak benne. Éppen ezért, amikor jön egy új feltörekvő cég, és az egy nagyon nagy dobbant, akkor te biztosan benne leszel, mert be fog kerülni előbb-utóbb az S&P 500-ba, tehát te abból hasznot húzol, hogyha lehet így mondani. És az a cég, aki meg esetleg hát nem jól muzsikált az utóbbi időben, és kiesik ebből, abból meg ugye annak a veszteségéből bár egy ideig részt vettél benne, de kihullik belőle. Tehát ezzel nem kell foglalkozni. Pont ezért hívják passzív befektetésnek. Én azt javaslom mindenkinek,
ha javasolhatok, hogy amint megérkezik a fizetése, a befektetése elkülönített összeget, tehát azt az 50.000 forintot az azonnal vegye le a fizetéséből, és még a hónap elején vegyen belőle, fektesse be, és akkor itt most mindegy, hogy ingatlanba vagy tőzsdére, és a többiből variáljon, és a többiből hozza ki a havi költségvetését. Ennek ugye két előnye is van, hogyha jól értem, erősíts meg, hogy jól értem el. Az egyik, hogy így biztosan nem kötöm el más azt a pénzt, tehát vagy a számára. A másik pedig ugye, amikor valaki befektetésbe gondolkozik, akkor az időzítést akarja elcsípni, hogy hú, hát nem, akkor most nem veszek, mert még biztos, hú, nem esett, akkor még várok, vagy éppen akkor vesz, mikor csúcson van. És ugye ezt azt hiszem szaknyelven dollar cost averaging-nek hívják, hogy akkor minden hónapban veszel ETF-et, S&P 500 ETF-et, vagy bármit, és akkor biztos, hogy mivel nagyon sok kis részbe veszel, akkor nem érint hátrányosan. Igen, igaz? Igen, nagyon tájékozott a témába, örülök neki. Ez pontosan így van, hogy ne költse el, ugye hát erre tök hajlamosak vagyunk. Tehát most én is egy nagyobb összeget kivettem a számlámra, és úgy valahogy úgy vagyok vele, hogy akkor ezt ugye el kell költeni, pedig hát én már elég régóta benne vagyok ebbe a sztoriba. Valahogy az átlag embernek úgy égeti a zsebét a pénz, hogyha lehet így mondani. Tehát mondom, abban bűvészkedik, hogy a hónap végén kijöjjön, és simán költ a hónap elején, hogy megteheti, majd a hónap végén már itt kezd elfogyni a pénz, és akkor kicsit úgy visszabeszi. De hogyha a hónap elején már levette volna azt, ami befektetésre szánt, ugye ezt úgy hívják, hogy fizes először magadnak elv, akkor biztosan nem fogja azt elkölteni. És az elején nehezebben fog menni, de amikor már látja ennek a hozamát, mármint, hogy már valós hozamai lesznek, meg gyűlik a pénz a számán, akkor ez már marha jó dolog lesz. És a másikban is igazad van, persze, olcsón kell venni, drágán kell eladni. Csak hát senki nem tudja, hogy ez hol van. Tehát, hogy utólag meg lehet mondani, hogy jaj, és akkor ott volt a 2008-as válság, vagy a Covid, vagy akármi. De azt akkor nem tudtuk. Magyarul senki nem fogja eltalálni azt, hogy hol van a teteje, meg hol van az alja egy adott részvénynek, vagy bárminek. Ha valaki eltalálja egyébként, az tök jó dolog, és arra mondtam, hogy ez is egy ilyen pszichológiai kis hiba, hogy azt gondolja, hogy ezt ő eltalálta. Néha ez sikerülni fog, néha én is egész jól. A Covidot azt egyébként egész jól lehetett látni, mert pont vannak kínai részvényeim is, és Kínában ez már nagyon jól látszott az árfolyamon, hogy ott komoly probléma. És akkor így kilogikáztam, hogy hát azért ez így nem fog megállni a határon, úgyhogy én nagyon ritkán adok el, én nem szoktam így kereskedni, mert hogy úgyse tudom eltalálni, hogy hol van a teteje, meg az alja, ezt is megtanultam az évek során, de akkor pont úgy voltam vele a Covid-nál, hogy hát akkor most egy kicsit akkor adogassunk el, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle, és nyilván nem örültem neki, hogy igazam lett, mert nyilván nem akartam én, hogy a Covid ekkora a probléma legyen, azt egy picit ki tudtam használni, de ez egy mondjuk, hogy 10 évente egyszer jön egy ilyen véletlen. És akkor másik ellenpélda, hogy amikor itt a szomszédban kitört a katonai hadművelet, vagy minek mondják ezt PC-ként, nekem nagyon sok magyar részvényem van, OTP részvényem is van, nyilván nem lehetett tudni. Egyik napra a másikra óriásit esett. Hát ha tudtam volna, utólag visszanézve a grafikon, hát ott kellett volna eladni, itt megvenni kellett volna, de ezt nem tudja az ember. Tehát nem spekulálni kell, az a lényeg, ugye amikor azt mondjuk, hogy tőzsdézés, akkor bejött a devizakereskedés, meg a spekulálás, adni-venni, tehát hogy hosszabb távra veszel, igaz? Tehát, hogy most megértem, hogy neked van egy kis szórakozás miatt egy portfóliód, de azt javaslod, hogy nem adni-venni, nem spekulálni, hanem veszel egy venni és tartani. És tartani. Igen, ezt kell benne megérteni, és a hölgyeknek is, meg a kezdőknek is, meg mindenkinek ezt javaslom, hogy ne úgyis akar majd okoskodni, meg hát próbálja is meg, de csak a pénzének 1-2%-ával, mert nem akar kimaradni, mert a szomszédja azt mondta, meg a nem tudom ki azt mondta, hogy tegyen be abba egy kevés pénz, mert ez a FOMO, ez a kimaradásból való félelem, ez azért úgy elég erős. Akkor tegyen bele egy pár százalékot, de akkor legyen úgy, hogy azt úgy elbukhatja. A legegyszerűbb, és hogyha az eredményekre törekszünk, tehát a jó hozamukra, akkor abszolút ez egy kifizetődő és bizonyos stratégia. Nem nagyon tudjuk megverni a piacot, és mondom azért jó hír ez, mert még azok, akik egész nap ezzel foglalkoznak, még azoknak sem megy megverni ezt az átlagos piaci hozamot. Na, de lehet, hogy már túl sokat tőzsdésztünk, bocsánat, de ez a mániám, úgyhogy... Fontos, mert ugye lekötött bankbetétből nem lesz meg az első százmény. Most nagyon jó az állampapír, meg én nem javasolhatok, de hát mostanában ez jó, tehát aki állampapírba fektet, én azért is szoktam javasolni az állampapírt, mert az egy ilyen kapudrog, az egy ilyen belépő. Mert az elején még úgy vannak vele, hogy úristen, tőzsde, meg fogom magam égetni. És ezért se szeretek, ha valaki
elsőre egy részvényt vásárol, mert ha véletlenül tényleg megégeti magát, akkor abba hagyja, és azt mondja, hogy ez nekem nem volt jó, ez így nem jó. Ugye az állampapíron az elég nehezen lehet veszíteni, és akkor meglátja az ember, hogy mi az, hogy hozam. Igaz, hogy reál értéken, meg szóval nyilván ezek bonyolultabb dolgok, bár egyébként jövőre most már reálhozamot is számíthatunk rá. Én ilyen szempontból az állampapír befektetést azt javaslom. Kezdésként teljesen jó. Az embernek az első lépése, és akkor utána sokkal könnyebb belép át arra, hogy hát akkor számlát nyitok. Mert sokan ott vannak elakadva, hogy úristen, és akkor számlanyitás. Ezek apróságok, tehát hogy ezeken nem szabad annyira. Valaki hónapokig azon gondolkodik, hogy hol nyisson számlát, és akkor próbálom ezeket, tehát látom ezeket a hibákat így az emberekkel, amikor beszélgetek. Mindegy, tehát mindegy, majd megváltoztatja. Majd amikor egy-két év múlva úgy gondolja, hogy hát ez nem volt annyira jó ötlet, ezek nem végleges döntések. Az, hogy az ember hol nyitja az első TBS, ez a tartós befektetési számla, ugye 5 év után adómentes, minden hozamad. Most mondj Magyarországon olyan bevételi forrást, vagy jövedelem forrást, ami ugye adómentes lenne. Hát nem nagyon van, ez pedig ugye 5 év után adómentes. Ha nem jó helyen nyitja, nem jó, hát mindegyik jó, de ha nem a legoptimálisabb helyen nyitja a TBS számlát, akkor majd megnyitja máshol, és átviszi oda a pénzét, vagy akár... Évente újat kell nyitni. Évente újat kell nyitni, az igen. Idejét megnyitottam itt, majd igen. A jövőjét megnyitottam. Igen, minden évben újat kell nyitni, ez egy kicsit macerásabb, de egyébként már ez sem, tehát most már online van, és decemberben jön az, nekem ugye nagyon sok TBS számlám, mindig lejár, én onnan van pénzem, mindig kiveszem, amikor lejár, akkor jön egy ilyen kis e-mailt is kapok meg ugye belépve, hogy akkor lejáró TBS számlám, mit szeretne vele csinálni, lehet folytatni, lehet felszámolni, stb. És akkor ott van mellett, hogy szeretne újat nyitni. Igen. Rányom az ember, és ennyi. Azért 5 évvel ezelőtt ez nem így volt. Tehát ma már nagyon könnyű befektetni. Úgyhogy ne féljen tőle senki, hogy ez olyan bonyolult dolog, hanem bármi, mint egy mobilos alkalmazás. És a kettős adózás, ilyen zárójeles kérdés, amerikai-magyar kettős adózás megszűnéshez, hogy érint, vagy hogy védekezel ez ellen? Hát nem jó hír. Reméljük, hogy ez is meg fog oldódni. Azért azt látni kell, hogy az, amit én promotálok, vagy amivel én egyetértek, az a TBS-re való ETF-ek vásárlása. Na, ez pont nem érinti. Tehát annak az osztalékát érinti, és ott is csak egy 15-35%-ra vagy a fölötti adózás lesz, tehát hogy kicsit többet kell adózni. De az, aki vesz egy ilyen ETF-et, és az 5 évig bent tartja ezen a TBS számlán, az nem érinti. Tehát teljesen adómentes ezeknek az árfolyam hozama. Ugye kétféle dologból lehet nyerességünk, az árfolyamból, meg az osztalékból. Vannak, akik az osztalékba hisznek, és van ilyen befektetési stratégia, akik kifejezetten osztalékbefektetők. Egyébként sokan vannak, és főleg külföldön nagyon jellemző, mert az tök jó dolog, nekem is 2-3 naponta csörög, mert hogy kapok egy üzenetet, hogy adott cég fizetett nekem osztalékot. Tehát ez negyed évente egy adott cég a nyereségéből a tulajdonosai kifizet osztalékot. És ugye ezek a befektetésekben valódi tulajdonunk lesz abba a cégbe. Tehát amikor az Apple-nek jól megy, akkor nekem is jól megy, ha lehet ezt így mondani, de minden más cégben nem akarok egyet kiemelni, nem befektetési tanácsadás, tehát bármelyik cégbe, hogyha az embernek valódi részesedése van, akkor abból ő pénzt kap. És vannak olyanok, akik abszolút osztalék fókusszal fektetnek be, mert hát ilyen 4-6%-okat lehet belőle kapni dollár alapon, és ugye egy magasabb, tehát egy nagyobb portfólió, azért jelentős, konkrét havi bevételt, általában negyed évente fizetnek, de vannak havi osztályfizető cégek is, ez tök jól néz ki, amikor így pring, csörög a telefon, ránézek, és akkor így nézem, jó, már megint kaptam valakitől osztalékot. De a legtöbb bevétel szerintem az árfolyam nyereségből származik, amikor egy cégnek jól megy, akkor ugye egyre nagyobb bevétel lesz, egyre nagyobb profitja lesz, és emiatt a részvényeit is egyre magasabban lesznek árazva, és hogyha valaki ezt idézésen korán vette, akkor ebből nagyon jól lehet profitálni. Nekem ebből van a vagyonom is, meg a megélhetésem is ebből jön. Tehát, hogyha az adózáshoz visszatérve, hogyha ETF-et vásárol valaki, akkor ez a kettős adózás majd 24 január 1-től. Ez rá nem vonatkozik, meg nagyon kis mértékben. Tehát vannak olyan ETF-ek, amik önmagukban visszafektetőek, tehát osztalékot fizetne, de visszafekteti magába, hiszen az abban lévő vállalatok között biztos van olyan, amelyik osztalékot fizet, akkor ez ugye egyébként járna a tulajnak. Tehát van olyan ETF, ami visszaforgatja magába, és van olyan ETF, ami ezt kifizeti. Én a visszaforgatókat szoktam javasolni, hogyha lehet ezt így mondani, mert amit kifizet, az rögtön adóköteles. Amit meg nem fizet ki, de visszaforgatja magába, az meg nem adóköteles. Most a 15% adótól egyébként úgy annyira nem szalad az ember a falnak, tehát azért az nem egy olyan vészes dolog. De hát a nem 15%, tehát a nulla az azért az jobb, mint a 15%.
Úgyhogy meg abban reménykedünk, hogy ez most egy ilyen kis politikai csatározás, és ez 1-2-3 éven belül ez rendeződik, és akkor ez sem lesz. De előfordulnak ilyenek, sajnos negatívan érintette ez így a befektetéseket, de nem vészes. Szuper. És mi a helyzet az ingatlanokkal? Van, aki azt mondja, hogy akkor jó egy befektetés, hogyha meg lehet tapogatni, be lehet menni, abszolút. Az az ennyi. Igen. Köszönöm, hogy felhoztad, mert nekem a részvények, az a, szóval én bele vagyok ebbe hűve, mint látszik, de hát nyilván az ingatlan az egy hasonló jó befektetési forma, és teljesen egyetértek, hogyha valaki meg szeretné fogni. Nagyon sokan úgy állnak a csoportba, hogy garázsokat adnak ki, meg ingatlanokat, vagy megvesznek, felújítanak, és úgy adják el, vagy ugye kiadják albérletbe, és akkor nekik is nem csak az albérletből, hanem az ingatlan árfolyamának, vagy árának növekedéséből is van realizált hozamuk, ugye majd amikor eladják. Tehát abszolút, az ingatlan is abszolút jó dolog. Vannak előnyei is, meg hátrányai, ugye valaki nagyon szereti megfogni azt a dolgot, ugye egy ilyen részvény, meg hát én gyakran megkapom még akár a szüleimtől is, hogy nekem a pénzem az csak, hogy a számítógépen létezik, az ott olyan számok, aztán mi lesz, az ott eltűnik. Hát igen, tehát azért tehát nyilván erre minimális azért az esély, de hát az olyan nem megfogható dolog. De azért egy ingatlannak vannak veszélyei is, tehát azért ott is bármi történhet az ingatlannal, albérlet, van, aki azt mondja, hogy ó, hát ez semmiség az albérlet, hát jönnek, fizetnek, aztán elmennek, de fordítva is hallom, ugye mindig a találkozókon a társaság fele körülbelül ingatlan befektető. És van, aki nagyon jó véleménnyel van a saját befektetés formáról, valaki meg azért jön, mert pont, hogy át szeretne menni részvénybe, mert elege van az albérlőkből, meg a mindenféle apró problémáknak a menedzseléséből. Egyrészt, másrészt meg az ingatlanban azért picit nagyobb a beúrási küszöb. Tehát azért mégiscsak le kell tenni egy 20-25% kezdő részletet, mondjuk egy lakóingatlannál, most itt Budapesten azért már 30-40 millió alatt már nehezen lehet venni kiadható lakóingatlant, és ugye az egy 6-8 millió forintos beúró összeg. Azért azt már valamiből össze kell tenni, tehát az egy kicsit nehezebb, és nagyon nehéz, vagy nehezebb, mint a részvényeket felskálázni. Tehát egy ingatlant meg tudsz venni hitelre, ugye a jövedelmednek a terhelésére, de 2-3-at már azért nehéz, ugye van ilyen JTM és egyéb számítások, tehát nem tudsz hirtelen 3 ingatlant megvenni a fizetésednek a terhére, hogyha lehet innen, mert nem engedi a bank. Ellenben értékpapírt akkor is annyit veszel, amennyit szeretnél, illetve hát amennyi pénzed van. De például az ingatlannak meg pont ez egy előnye, hogy a tőke átételes, tehát hogy nem kell az egész ingatlannak finanszírozod, hanem a banknak a hiteléből tudsz ebbe befektetni, ami akkor jó, nem most talán, vagy nem akarok így véleményt mondani, de a mai nagyon magas hitelkamatoknál ez azért így nehezen jön ki a matek. Tehát amikor korábban és majd valószínűleg későbben is visszamegyünk erre a 3-4-5%-osra, akkor tök jó, hogyha valaki 3-4-5%-kal fölveszi a hitelét, ugye fixen, és ahogy telik az idő, az a pénz az értéktelenedik. Tehát ő hiába minden hónapban mondjuk 100.000 forintot fizet, és mondjuk az első albérlője 100.000 forintot is fizete a lakásért, hogyha ezt így ki szeretné hozni, hogy ilyen nullás cashflow-ra, 5-10 év múlva ő még mindig azt a 100.000 forintot fizeti a banknak, de az albérleti díjak meg ugye fölmentek mondjuk 150-200.000 forintra, tehát ebből lehet neki pozitív cashflow-ja. Szóval az ingatlan is tök jó befektetés. Nem vagyok ellene abszolút, de azért az egy kicsit foglalkozós dolog. Én semmit nem foglalkozok a befektetéseimmel. Tehát ránézek, meg úgy érdekel, de most is, hogy hosszabb időre elutazok, semmit nem kell vele foglalkozni. A TBS számlákat lejelentik a cégek, tehát a brókerek, a bankok, az adóbevallásomat elkészíti, tehát hogy ez ugye automatikusan elkészíti a NAV is, hát általában nulla közeli összeg szerepel rajta, mert ugye nekem minden vagy a legtöbb TBS-em van, úgyhogy ezzel így, ha nagyon akarja az ember, akkor azt mondja, hogy ez teljesen passzív, és semmit nem kell vele foglalkozni. Uh-huh. Még az ingatlan azért csak kell. Hát azért az igen. Meg talán, ahogy számogatom én is a hozamokat, az ingatlan akkor éri meg igazán, hogyha van egy tőke áttétel a bankhitel miatt, hogyha már cashből veszek ingatlant, akkor már egyből nem az a matek. Egyébként mostanában is nagyon sokat beszélünk, mondom, a csoport fele körülbelül, meg akik eljönnek a találkozóra, azok ingatlanban hisznek, és én nem akarom őket lebeszélni róla, szoktunk hozni pro és kontra érveket. Van, aki nagyon hisz benne, és elmondja, hogy mondjuk garázsokat ad ki, és hogy az mennyivel egyszerűbb, hiszen azt nem kell felújítani, ott nincs kilakoltatás, ott nincsenek ilyen jogi dolgok, és tényleg úgy tűnik, hogy az. És igen, az elmúlt 5-6-8 év, hát inkább 5-6 évben nagyon emelkedtek az ingatlan árak, meg a garázs árak is. Igen, de ez nem jellemző. Tehát ilyenkor nagyon jó megtérüléseket mondanak, és főleg ugye a tőkére vetítve, tehát amikor a garázs pont nem lehet hitele, de egy lakást ugye beteszel 20%-ot, mondjuk 10 millió forintot egy 50 milliós lakásba,
és az 50 milliós lakásod mondjuk fölmegy 55-re, és most inflációval nem akarom itt belekavarni, de az 50-ről fölmegy 55-re, akkor ugye 5 millió hozamod van a 10 milliónyi befektetett tőkére. Tehát azért 50%-ot elég nehéz összehozni a tőzsdén is. Tehát ez így nagyon jónak tűnik. De még ott van az illeték. Hát illet, igen, meg a foglalkozás, meg a stb. Tehát, hogy én nem vagyok ellene, sőt, én nagyon sajnálom, hogy nekem nincs ingatlanom, nekem abszolút minden vagyonom részvényekben van. Ez egy nagyon extra, vagy egy különleges dolog, tehát ezt nem javaslom senkinek. Diversifikáció, meg kell osztani a pénzt. Hát én egy kicsit ebbe különlegesebb vagyok, de ezt nem javaslom. Mondjuk ez szimpatikus, hogy nincs egy dolog, amit rá akarsz erőltetni mindenképpen az emberek. Tehát világosok az elvek, amit követni kell, de ebbe azért van több megengedő dolog is. Hogyha nem részvény, akkor ingatlan, de... Nagyon sokan, tehát nagyon sok különféle ember jön el, és például pont a legutóbbi találkozón órákat beszélgettünk a kriptóról, mint befektetésforma, és mindig vannak, akik ebben nagyon hisznek, és mindig megvannak az ellenzőik is, és akkor ilyen egész jó, ilyen konstruktív vita kialakul. Én kevésbé látom, tehát én nem tenném rá, ha most a teljes vagyonomat át kéne tenni kriptóba, azt biztosan nem szeretném. De valaki meg, akinek ez a tapasztalata, és itt mindig bejönnek a személyes tapasztalatok, úgyhogy többen úgy jönnek el, tehát szoktunk beszélgetni konkrét számokról, és többen úgy jönnek el, hogy nagyon szép hozamokat, tehát ilyen több 10 millió vagy akár 100 milliós hozamokja volt kriptóból az elmúlt időszakban, hát főleg még ilyen 5 évvel ezelőttről idáig. És mindig elmondom, hogy ez tök jó, irigykedem rá, tehát hogy abszolút ezek nagyon jó dolgok, de hogy vajon megismételhető-e? Tehát hogyha most valaki jön és ő tenné kriptóba, vajon megismételhető-e? És nyilván nem akarok belemenni, valaki szerint igen, valaki szerint meg nem. De a tőzsdén biztos, hogy megismételhető. Tehát most leszámítva a világháborúkat, meg a nem tudom, a Covid jellegű, bár szerencsé azért az mégse volt olyan vészes, de hogyha véletlenül jönne valami nagyobb válság, akkor nyilván a tőzsdei hozamok sem lesznek olyan jók, de hogyha ezt kinyújtjuk egy ilyen 20 vagy 50 év táblatra, akkor nagyon valószínű, hogy a tőzsde hozni fogja, hiszen a cégek növekedni fognak. Egy-két ilyen nagyon extra esetet kivéve. És erre mondjuk jó példa Amerika, hogy ott egy olyan kapitalista berendezkedés van, hogy meg technológiában is élen járnak, hogy dinamikusan növekednek. És oké, akkor félretettük a pénzt, igen, most ezt a pénzt befektettük. Kicsit sokat beszéltünk a pénzről. Egyébként szerintem jó, mert biztos, hogy ez érdekli a hallgatókat, mert fontos, tehát hogy ilyenkor mindig jó, de mennyi, meg hogyan, meg miből, és ezeket fontos tisztázni. Ezért mondom, az első harmadát, negyedét a könyvbe erre fektettem, hogy felismerés. Mert fel kell ismerni, hogy mi az, hogy kamatos kamat, hogy kis pénzből, és vannak benne számpéldák. Fel kell azt ismerni, mert jobban keresünk, bizony félre tudunk tenni, elérhető a tőzsde, ugye 20 vagy 30-40 évvel ezelőtt, hát mindenki dolgozott a gyárba, az kész. Tehát ott nem nagyon volt ilyen félreteszünk, meg befektetünk, hát céget se lehetett alapítani. Tehát ma már egy olyan éles stílusunk van, vagy olyan kultúrában élünk, ahol ezt meg lehet valósítani. Szerintem egyre könnyebben. Mennyit a... Karriertervező konzultációkon, meg ilyen előadásokon szokott előjönni, hogy még nem tartunk az önéletrajzírásnál, de már előre hozom az önéletrajzot, hogy nézd csak, hogyha pályát szeretném módosítani, akkor így tudjuk majd az önéletrajzot megírni, mert amíg ott blokk van, hogy nem lehet, hogy oké, de hát én eddig ez voltam, és hogy lehetek ez, addig nem is tud benne gondolkozni, úgyhogy szerintem ezért fontos így átbeszélni ennek a mikéntjét. És vegyük azt, hogy akkor összejött az összeg, amivel hátra tudnánk dőlni. Itt ki mit csinál, mit látsz a környezetben? Ugye az elején elmondtad a véleményt, hogy így is lehet, úgy is lehet. Mit szoktak csinálni az emberek? Te hogy vagy, mondtad, hogy egy hosszú útra indulsz, úgyhogy lehet, hogy akár erős beszélhetsz egy picit. Utazgatnak az emberek, vagy dolgoznak tovább? Nagyon, nagyon vegyes egyébként. Pont most is többet beszéltünk róla a találkozókon, mindenről beszélünk, tehát nem csak a számokról, hanem az ilyen lelki dolgokról. És így utólag visszatekintve én ezeket a lelki dolgokat egyébként fontosabbnak tartom, mert mondom, a tőzsde nagyon egyszerű, tehát hogy az úgy menni fog mindenkinek, de ezzel a lelki dolgokkal, tehát hogy mit akarok most, mit akarok majd 5-10 év múlva, nyilván ezeket nem is nagyon lehet látni. Úgyhogy van, aki egyébként úgy visszavonul, hogy tényleg nem sok mindent csinál, de ez nem tart sokáig. Tehát egy-két hónap, fél év, és a fiatal, életerős emberek azok hát ilyen tennivágyúak, tetrekészek, tehát valamit biztos, hogy fog csinálni. Vagy vállalkozást nagyon sokan alapítanak,
Egész egyszerűen, amit mondtam, meg a könyvben is elég sokat beszélek róla, hogy ez a side hustle, ami az ilyen hobbi, tehát hogy ami az embernek a szíve vágya, és melléktevékenységként csinálja, azt fejleszte föl valami olyan, amivel akár pénzt is kereshet, de nem a profit szerzés benne a cél, hanem hogy legyen az életének a célja, ha lehet így fogalmazni. Tehát én mindenkinek azt mondom, hogy üljön le, akár most, és nézze meg, hogy mit csinálna, ha. És a ha az azt jelenti, hogy ha holnaptól nem kéne bemennie dolgozni, de megkapná jelenlegi fizetését, akkor mivel tölteni a hétköznapjait? És erre rászokták, hogy hát elutazok, meg hát a filmet nézek, Netflixezek, akármi, oké, egy-két napig, vagy egy-két hétig. De utána az emberben ugye eljön ez a jó, de valamit kell csinálni. És mondom, valaki többet utazgat, én most rákaptam az utazásra, én most így az elmúlt egy-másfél évben elég sokat utazok, én nagyon örülök neki, nagyon szeretek más kultúrákat, meg más népcsoportokat, meg más dolgokat megismerni, és egyébként messze nem olyan drága, mint ahogy az ember gondolja. Én nagyon sokat rákattam az utazásra, de mondom, van, aki másoknak segít, van, aki céget alapít, van, aki a családjával több időt. Most pont volt egy srác, így meséltem, mondom, ez így felmerült. Volt egy srác, aki kérdezte, hogy mit csináljon, ő igazából elérte a számait, tehát hogy ő már abszolút nyugodtan visszamehetne, tehát hogy nem kéne dolgoznia, de ő ezt így nem érzi. Hogy neki ez így nehezen megy, hogy most fölmondjon a munkahelyen, mert hát neki ott van egy kialakult élete, egy presztízse, ott rá felnéznek, és ez az élete, hogy ez így neki így nem megy. Tökre megértem. Tehát hogy én is voltam ebben a szituációban, meg sokan voltak. És erre jött válaszként, vagy egyfajta lehetőségként ez a másik srác, aki mondta, hogy ő most visszament, hogy egy hét, tehát hogy heti kettő napot dolgozik, mert született egy kislánya, és többet szeretne otthon lenni. És így a munkahelyén sikerült ezt átvinni. Nyilván te jobban látod, kevés munkahelyen, vagy nem minden munkahelyen lehet ezt megoldani. De azt szoktam mondani, hogy próbáljon a munkaórákból levágni, vagy próbáljon a munkanapokból levágni valaki, és megnézi, hogy mit tud magával kezdeni, meg van-e olyan, van, aki már úgy van vele, hogy jaj, de már annyira szeretném megint azt a jóga stúdiót, de be kell járnom, mert adminisztrátor vagyok a nem tudom milyen cégnél. És akkor, ha ezt nagyon meg szeretné valósítani, egyébként is azt javaslom, hogy vágjon bele, mert a vállalkozást én mindig támogatom, hogy ezt csinálja meg. Szóval ez a srác visszament, és két napot dolgozik, és a családjával van. És mellette egyébként pont azért volt jó, mert mindig nagyon érdekes és motiváló sztorikat lehet hallani. Ő legózik, mármint hogy legó befektetéssel foglalkozik, és adja-veszi ezeket a nagyon régebbi, meg különleges kiadás, meg limitált, meg nem tudom milyen legókat, és erről mesélt egy 5-10 percet, hogy miket vesz, elad, és akkor ebbe így kigyúrja magát, és bármilyen mellék hobbi, ami a hallgatót vagy a nézőt érdekli, én azt javaslom, hogy abban merüljön el, és legyen benne szakértő. És akkor akár még a munkahelye alatt próbáljon meg belőle építeni egy olyan hobbit, amiből egyébként meg is tudna élni, és ez a hobbija. Mert ugye mindig abból leszünk a legjobbak, meg abból tudunk a legtöbbet keresni, amit szívvel, lélekkel csinálunk. És hát azért, ha megnézzük, de ez is a te szakmád, szerintem, meg tapasztalatom szerint a legtöbb ember azért nem olyan boldog a munkahelyén. Tehát, hogy bejár, meg kell, meg kötelezettség, meg stb., de azért nem ezt csinálná, hogyha ha úgy lenne váltás a lehetősége. Úgyhogy ezeket... De ez a gondolat is szimpatikus, hogy nem, tehát a munka nem csak azt jelenti, hogy alkalmazottként dolgozok valahol, vagy nem csinálok semmit. Igen, a kettő között. Ez... Vagy ugye van még, hogy vállalkozást csinálok, de... amire utalsz, hogy akár egy szabadúszó karriert is fel Abszolút. Lehet építeni. Az is nagyon benne van, egyébként most is van egy srác, aki egy év után megy visszadolgozni, tehát van ilyen szabbatikalnak hívják, hogy elmegy valaki, hát egy évnek mondják, de a fél év is elég, hogy elmegy és megnézi egy fél év vagy egy év nyilván fizetetlen szabadságra, és megnézi, hogy az, amit ő akar csinálni, már hogyha van ilyen elképzelése, akkor abból mi lenne, és az hogy jön ki. És ezért jó ez, hogy nem úgy kell nyilván felmondani az utolsó munkahelyen, hogy akkor minden csúnya szót akartam mondani, de hogy így ennyi, mert lehet, hogy vissza fogsz menni fél év, egy év múlva, mert lehet, hogy nem annyira ez a te utad, vagy még egy kicsit korai. Most is egy másik srác is visszament, egy 2-3 hónap múlva, ő ugyan tudta, hogy vissza fog menni, tehát ő még nem ért el a célszámait, csak meg akarta nézni, hogy ez így most kicsit milyen, kicsit utazgatod, házat felújtod, stb. És akkor pont hívott így egy-két héttel azután, hogy felmondott, hogy figyelj, hát jobban el vagyok foglalva, mint amikor dolgoztam, mert hogy most akkor kitalált, hogy jó, hát igen, a ház, meg a tető, meg a kert, meg a nem tudom én mi, és akkor segített a szüleinek. Szóval, hogy annyi dolgot tud magának találni az ember, hogy ez nem, mondom, a nyugdíjas szó az nem olyan jó, ez nem arról szól, hogy tévét nézek egész nap. Ha valakinek arról szól, nekem az sincs bajom, csak általában nem erről szól az embereknek.
nyugdíjas szüleim mondják, hogy hú, hát annyira el vannak foglalva, hogy milyen? Be vannak táblázva egész nap, és tényleg jönnek-mennek csinálják. Úgyhogy ez a lelki része, ez egy, és ez változik. Tehát az, amit 20 éves koromban elterveztem, hát úgy 20 évesen, meg 15 évesen, mit gondol az ember, tinédzserként, ez a nagy ház, nagy autó, nagy utazás. Ezek is jó dolgok, tehát hogy van, akinek ez jó dolog, de van, akinek meg nem ez a célja. És 30-35 évesen meg másképp gondol az ember. Én például, amikor én már nagyon régen mondom, majdnem 10 éve így szabadultam, de nem akarok így fogalmazni, ha megkérdezik, hogy ültem-e, vagy ilyesmi. Amikor azt mondom valakinek, hogy megkérdezik, mivel foglalkozom, és azt mondom, hogy így viccesen, hogy néha így tesztelgetem, hogy melyik kinek, hogy mi, és mondom, hogy korai nyugdíjas vagyok, akkor megkérdezik, hogy rendőr voltál, vagy tudod, valamilyen alkalmazott, aki így esetleg már így nyugdíjazták, és akkor innen ugye elindul egy ilyen beszélgetés. Tehát amikor én ezt így elkezdtem, akkor nekem is volt egy ilyen lelki, ilyen kicsit ilyen ürességérzés, hogy ja, hát tök unalmasak voltak a hétfő reggeli sales meetingek, de azért mégiscsak jó volt emberekkel ott a kávézgatni a munkahelyen, és akkor úgy fontosnak érezhettem magam egy multinak a legapró kis láncszemeként vagy fogaskerekeként, de hogy mégis úgy az embernek ez ad egy ilyen önértékelést, és akkor ez így hiányzott. És akkor pont úgy volt, hogy besegítettem egy vállalkozásba, mármint, hogy én beszéltem rá valakit, én adtam a pénzt konkrétan a vállalkozáshoz, mert úgy voltam, hogy akkor én vállalkozó szeretnék lenni, és akkor ezt így meg szeretném valósítani. És így beszálltam, és akkor egy ideig azt csináltam, mert az úgy nagyon tetszett, és akkor így beleástam magam, hogy embereket vettem föl, meg adózás, meg bevételek, meg stb. És egyébként az is egészen jól ment, de úgy 2-3 év múlva ez egy szépségipari cég volt, tehát azért annyira nem érdekelt, hogyha szabad így udvariasan mondani, azért mégse ez volt a hobbim, vagy hogy mondjam, egy ideig érdekelt, aztán én abból így kitolattam, vagy kihátráltam, vagy ilyesmi, mert hát azért nem ez volt a... De abból is akartam, tehát azt is úgy terveztem, hogy hú, és akkor 3 év alatt 100 milliós bevétel, meg stb., mert hogy nem kis vállalkozást szerettem volna. Aztán ott is nagyon sok tapasztalat jött. Szerettem azt is csinálni egyébként, semmi probléma nem volt benne. Úgyhogy az, hogy ki mit csinál, az nagyon egyéni, és nagyon változik is. Tehát ha valaki most még nem tudja, hogy mit fog csinálni 10 év múlva, vagy azt gondolja, hogy ő nem akarja abbahagyni a munkát, mert hogy ezt még nem látja, hogy mit lehetne akkor csinálni, annak az a jó hírem, hogy 5-10 év múlva lehet, hogy ezt másképp fogja látni. És ez is megint a te részed, de én azért elég sok 30, inkább 40 évesről látok ilyen korai kiégés jellegű dolgot, hogy így igazából nem tudja, hogy te dolgozik, de nem látja, tehát nem érzi magát ebbe otthon. Aki most ilyen 20-30 évesen azt gondolja, hogy ő soha nem fogja abba hagyni a munkát, lehet, hogy 40 évesen meg azt fogja gondolni, hogy hú, már egyébként úgy le kéne tenni, vagy legalábbis csökkenteni kéne ennek a mennyiségét, vagy hogy mennyit dolgozik. És a másik, ami ilyen javaslat, egy ilyen 2-4 hetes szabadságra még akkor is javaslom embereknek elmenni, amikor dolgozik, tehát nem akarja fölmondani a munkahelyét, de úgy 2-4 hétre, hogy idézésen otthon ült. Tehát nem az, hogy elmegyek nyaralni, és akkor az jó volt, és visszamegyek dolgozni, az nem olyan, mint egy igazi anyagi függetlenség. Azért egy hónapot így kipróbálni, akár fizetett vagy fizetetlen szabadság, mint a fizetetlen az azért jó, mert az ember, amíg jön az SMS és megkapja a fizetését, addig azért biztonsággal tölti el. Tehát az egy olyan megnyugvás, hogy hát úgyis megjön a fizum. De hogyha tud valaki, akkor ilyen 1-2 hónap fizetetlen szabadságot, ha ki tud venni a munkahelyről, akkor ezt így ki tudja próbálni, hogy milyen lehet. És ha úgy megy vissza, hogy ez nem az ő világa, én nem fogom meggyőzni, tehát hogy bármit csinálhat. Tök jó, nagyon, nagyon szimpatikus. Így ebben a kontextusban már én is értem, még egyszer, meg teljesen jó, hogy ad egy szabadságot, és te is elismered, hogy figyelj, nagyon sokan vonzódnak, hogy legyen cél, az már nem biztos, hogy napi 8 órás munka, akkor találjon más célt, ami mozgatja, motiválja. Szuper. Van még olyan dolog, amit nem érintettünk, de fontos lenne beszélni. Mint látod, én egész nap el tudok erről beszélgetni. Persze, hát van még sok minden. Én igazából ilyen zárásként akkor ezt az utat látom, hogy ez mennyire fontos, hogy az emberek ezt felismerjék, hozzon egy ilyen lelki döntés, hogy mik ezekkel a céljai, elkezdjen tervezni, ugye. Itt fel vannak osztva a könyvbe is ezek a szakaszok, illetve a szintek az anyagi függetlenségbe, és a szakaszokon nagyjából mindenki átmegy. Ennek a felismerése, ennek a eldöntése, a megvalósítása, és hogy utána mi lesz. Ezekbe nagyon sok példát hoztam, nem akarok akkor promotálni, úgyhogy csak így zárójelesen mondom. Ezeket látom mindenkin.
hogy kinek valamelyik szinte nehezebb, nem tudom, valamelyik lépés nehezebb meghozni, hogy akkor most elhatározom. Nagyon sokan vannak, hogy elhatározom, és akkor találkozunk fél év múlva, és az a nem tettem semmit. Hát miért nem? Hát mert akkor beszélgettünk, akkor ilyen így motiválódott egy kicsit, de hát visszament a szürke hétköznapokba, és azt mondta az asszony, hogy már pedig új kabát van, vagy új autó, vagy akármi, és akkor így nehezebb összehozni. A célok leírása mennyire fontos? Abszolút. Én azért mondom, hogy ezeket a mérföldköveket beletettem. Nekem több mint 50 mérföldkövem volt, amikor ezt leírtam. Tehát 50 leírt. 50 leírt olyan cél, amik, és én nagyon javaslom, hogy olyan is kis legyenek benne, amilyen elképzelhetetlenül magasnak tűnik. Tehát elindulunk az eléről, számszerű célok, tehát hogy mondjuk első 100 000 forint, vagy első pár millió, ahogy mondtam, de ezt viszonyítási alapként is, hogy mondjuk első havi fizetést a tőzsdén megkeresett az a pénz, ami hát úgy megkeresett, hogy annyival följebb ment az értékpapírszámla, tehát hogy ilyenek, de nekem voltak benne olyan ilyen nagyon nagy számok is, amit én nem is gondoltam, hogy el fogok érni, és ez benne jó, hogy ugye a végén olyan gyorsan beindulnak a dolgok, hogy az ember simán ezeket átlépi. De benne vannak olyan célok is, mármint, hogy adok tippeket, ilyen javaslatokat, hogy milyen életcélok lehetnek abba, és ezek mindig ilyen, azok már olyan nehezen leírhatók, hogy most boldogság, hát kinek mi a boldogság, ugye, meg az is mindig változik, meg mások a célok, de igenis ezt le kell írni. Tehát valakinek lehet, hogy az egy cél, hogy legyen egy nyugodt élete. Mert most úgy gondolja, hogy összecsapnak a feje fölött a hullámok, mert annyi dolog van a munkahelyén, meg a családjában, meg stb. De hogyha kicsit ebből úgy hátrébb tud lépni, és nagyon sok mindent meg tud oldani, mondjuk egy anyagi biztonság, akkor lehet, hogy neki ez egy cél, hogy legyen egy boldog élete. És lehet, hogy ma még nem tudja, hogy mi az, ami 5-10 év múlva ez boldogsága lesz. Úgyhogy a célokat le kell írni. Én azt gondolom, hogy ha nincs leírva egy cél, akkor az nem fog megvalósulni. Már csak azért se, mert hogyha megvalósul, akkor nem is tudtad, hogy ez a célod volt, mert elfelejtetted, hogy 5 évvel ezelőtt nekem a célom volt, hogy ezt és ezt létrehozzam. Mert akkor, amikor belenősz, vagy eléred, ugye ezek azért úgy szépen jönnek, tehát nem ilyen 0 vagy 1, hanem így szépen úgy eléri az ember, akkor úgy nem veszi észre, akkor azt gondolod, hogy ja, hát igen, hát vettem egy lakást, és na de 5 évvel ezelőtt ezt te mennyire tartottad valószínűleg, vagy sem, tehát akkor neked ez egy olyan cél volt, amire mondjuk oda van írva, hogy hát 10% vagy mint kisebb szám oda van írva, és mégis megvalósítottad. És bele is van írva, hogy ezeknek az apró vagy nagyobb mérföldköveknek a megünneplése. Nyilván nem az, hogy elverjük azt a pénzt, amit most megtakarítottunk, de igenis, akkor el kell menni a párunkkal egy jó vacsorára, vagy valami ilyen megünneplős dologra, kinek mit jelent a megünneplés, az is nyilván rá van bízva, de igenis, ezeket meg kell ünnepelni, és meg kell élni ezeket. Azért mondom, hogy az út az fontosabb. Az, hogy utána mit kezd magával az ember, az már sokkal bonyolultabb, de ezt az utat nem szabad úgy megélni, hogy akkor most én úristen mennyire spórolok, és nem veszek meg semmit, vagy ilyesmit. Ez egy jó kompromisszumot, és kinek hogy van? Tehát én ebben nem nagyon szoktam beleszólni, nem is tehetem meg. Én legfeljebb csak egy-két hibára fölhívom a figyelmet, meg van benne némi tapasztalatom, de ez mindenkinek egyéni. Legyen ez a végszó, Balázs. Szuper, szuper jó volt a beszélgetés is, a könyv is, ez a misszió, amit képviselsz. Köszönjük, hogy belevágtál, meg hogy példát mutatsz. Úgyhogy talán felmerül bennetek a kérdés, hogy lesz-e folytatás, majd most a podcast felvétel után, akkor beszélgetünk Balázsra, hogy esetleg ezt valahogy részletesebben is megosztani a Mentor Klubba. Úgyhogy ha... Remélem, én nyitott vagyok, én nagyon szeretek így. De rá kellett jönnöm, például nekem is ez egy új oldalam volt, én előtte nem osztottam így a tudást, meg az eszet, meg stb., és nem is akarom, bocsánat, lehet, hogy rosszul fogalmaztam, de amikor ezt így elkezdtem csinálni, és emberek erre rezonáltak, és kérdeztek, és láttam, hogy jé, hát én ebbe tudok segíteni. Akkor föl kellett ismernem azt az oldalamat, hogy én ezt szeretem csinálni. És akkor úgy voltam, hogy jé, hát akkor én ezt fogom csinálni. Miközben ezt mondom, előtte nem tudtam mondani, mert az emberek nem beszélgetnek a pénzügyekről. Akkor láttam, hogy de jó, tudok segíteni az embereknek. Ráadásul nagyon fontos, hogy úgy tudod csinálni, hogy te már ezt elérted, mert ugye rengeteg pénzügyi tanácsadó van, hát meg igen. Broker hozzám is jött, hogy broker volt nem tudom 20 évig. Hát mondom, figyelj, akkor biztos van már félretett pénzed, amit befektettél magadnak is, és mondom, nem annyira sűrűs az álláskeresés, és jó, András, egy vasam sincs. Tehát, hogy... Igen. Hát azért mondom, hogy ezekről korlátlanul tudnék beszélni, de most mindig fölhívnak ilyen tanácsadók, és akkor így elbeszéltek velük, főleg ugye idegenként, nem annyira udvariatlanul, de így rászoktam kérdezni, hogy akkor neked mit van, mennyit van. Hát itt telefonban most érted, de hát akkor így kiderül, hogy ja, hát neki itt és itt megézni, és mondom neki, na figyelj, akkor legyen az, hogy fordítunk egyet, hogy gyere el te hozzám, mert mondom, én tudok rajtad egyébként segíteni. Ugye általában ez van, hogy ugye ilyen unit link befektetést próbálnak adni telefonon,
és a legtöbbször nem is tudja az eladó, hogy ez egy nem jó dolog, ezt kevésbé javaslom. És akkor még egy időben volt ilyen küldetés, hogyha főhívtak, elmentem találkozni ilyen idézős inkognitóba, és elmondtam neki, hogy figyelj, ez itt, ez nem jó. Úgyhogy ezt egyébként ne értékesíts, mert ezzel a te azonnali anyagi juttatásod az neked jó, de a másiknak nem jó, mert 10-15 év múlva ebből nagyjából semmilyen nem lesz, vagy legalábbis hozama biztos nem lesz belőle, vagy sokkal kisebb, mintha másba tenni. Tehát, hogy ne ezt add el, hanem egy picit te is tanulj, és egy picit más irányba menj el. De ez mondom már ilyen bennem van ilyen kis késztetés, hogy így oktassam jó értelembe az embereket. De ezért különösen jó ilyen emberekkel beszélgetni, mint te, hogy hitelesen tudja ezeket képviselni, mert ő maga is megcsinálja, és nem azt mondja, hogy hogy kéne. Igen, ez a klasszikus amerikai, azért, hogy írj egy könyvet a meggazdagodásról, hogy hogyan kell meggazdagodni, és a könyv kiadásából gazdagodsz meg. Ugye ez azért nekem nincsenek ezzel anyagi céljaim, teljesen ingyenes a csoport is. Most nyilván a könyvért persze kérek pénzt, mert azért nyomtatás és egyebekkel, de látod, munka, mert a munka azt mondja, hogy de hát én is dolgozok, mert ez is felszokott merülni, de hát én is dolgozok, mert hogy hát könyvet írok, meg találkozót csinálok. Hát mondom, de ez nekem nem munka, mint látod, tehát hogy itt látszik, hogy nekem ez egy pesgés, nem azt mondom, hogy magamnak csinálom, de úgy kismértékben igen. Nekem a könyv megírása az abszolút ilyen belső küldetéstudat volt, hogy én ezt úgy leszeretném írni magyarul. Mert egyébként ez egy egyszerű dolog egyébként, és igazából interneten ez összevarás vadászható, YouTube-ról, ezért főleg angolul, tehát ezek megtalálhatóak, ezekben nincs ilyen nagy kimondatlan, vagy ilyen titkos tudás, vagy egyebek. Csak ezt úgy magyarul, magyar pénzekkel, meg magyar relációban leírva, én ezt nem láttam még, és azért gondoltam, hogy szerintem ezt nekem úgy érdemes lenne megírnom, és főleg, ahogy mondtad, hogy én ezen már így bőven túl vagyok, és nem csak a saját tapasztalat, hanem ugye a csoportos találkozók, meg az egyéni találkozókból a többiek tapasztalatát tudtam ebbe így beépíteni. Köszönjük, hogy megérted meg, nagyon szépen köszönjük. Én köszönöm, hogy itt lehettem. Köszönjük. Ciao mindenkinek. Sziasztok.